Sziasztok, itt újra lesz után. Már régen nem mondtam viccet, úgyhogy most itt az ideje, hogy végre legyen még 20 vicc, még plusz kop-kop vicc. Most a következő tartom ki, kezdjük elköszönésekkel. Tehát először is. Kezdjük az első elköszönésekkel. Hogyan köszönne egy beszélő kutya? A viszontugatásra. De Renegád Szepol pedig a viszont harapásra. Hogyan köszön el egy macska? A viszont gyávogásra. De Renegád Szempontból a viszont karmolásra. Hogyan köszön egy kecske? Hello! És hogyan köszön el? A viszont kisre. Hogyan köszön egy beszélő kacsa? Mondhatnám, hogy viszont hápogásra, de rövidebben mondanám. Viszont! Hogyan köszön egy beszélő kígyó? Szia! És úgy köszön el, hogy a viszont szegészre. Hogyan köszön egy rák? A viszont csattogásra. Hogyan köszön el egy varjú? A viszont kárrogásra. Hogyan lehet egy számológépet tréfáson adni valakinek? A másiknak úgy adjuk oda, hogy amikor megnézi, azt látja, hogy nulla errort mutat ki. Mert valamivel elosztotta a számot nullával. Mert nyilván ez nem definiált. Hogyan lehet pákon nyelvén elszámolni 555.550-től 555.559-ig? Következőképpen. 555.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 
Miért nevezhető Mr. Bean szánalmas lúzernek? Vagy esetleg, hogy mikor? Ha állandóan veszít a saját macikája ellen. Moritka dadája ellátja a baját Moritka támadójának. Mit mondana erre Moritka? Le vagy dadázva! Most jöhet egy kis préfalkasos vicc. A préfalkas csúszival próbálja utolérni a gyalogkakukkot. Ami nyilvánvalóan láttátok, hogy hogyan végződött. Ugye elszokod a csúszni, ami aztán megfojtja így. Egy egyes a falba. Hogyan lehet ezt viccesen nevezni? A préfalkas baját ellátta egy Y. Mi folyamatosan megalázza a zöld kocsijával a kék kocsit. Hogy lehet azt a kék kocsit nevezni? Loser kocsi! Hogy mondaná Bartos Csé is már azt a szót, hogy alapiskola? Csalapiskola! Moriszka bujóskázni akar valakivel a következő képen.
megmondja a másiknak, hogy hová bújjon, aztán megpróbálja megkeresni. De annak, akinek ezt mondta, az megmondja, hogy de hiszen te magad mondtad, hogy hová megyek. Mojtka erre azt mondja, tudom, de elfelejtem. Mikor vicces egy bíró? Ha olyan rosszul fogja meg a kalapácsát, hogy megüti vele a fejét egy tárgyalás kellős közepén. Tapsi apsi kontra Péri farkas. A Péri farkas dinamitot dob Tapsi lyukába, és elrohan. Erre Tapsi visszadobja a Péri farkasnak. A Péri farkas visszadobja a nyúlnak. ...nak azt mondva, hogy a tiéd. Végül a nyusz is ezt mondja, hogy... ...hogy a tiéd, és aztán folyosan mondják, tiéd, a tiéd, a tiéd... ...még aztán a nyúl azt nem mondja, hogy az enyém. Erre Préfalkas azt mondja, az enyém. Aztán enyém, az enyém, az enyém... ...és végül a Préfalkas azt mondja, hogy... ...az enyém és vissza a lyukba. Tehát erre a Préfalkas visszadobja a nyulat a lyukába, miközben a dinamit Préfalkas kezében van, így aztán a Préfalkas kezében robban fel a dinamit. Vagyis így járt túl a tapsiasi Préfalkas eszén. Moriska anyja közli a fiával, hogy ne igyon Red Bullt, mert neki nem szabad, hiszen csak 10 éves. Erre mit mond Móriczka? De én szárnyakat akarok kapni! A kérdésre a válasz a szlogen. Hogyan lehet sült nyálat készíteni? Hogy a forró kályhában, vagyis a forró kályhának a csövébe beleköpsz, ami aztán megsül ottan. Phoenix Wright-ban, mit vicces, look at me. Azért, mert az egyik szeme nagyobb, mint a másik, és mert olyan óra van, mint a Pinocchio-nak. Végül a kop-kop vicc. Kop-kop, ki az? Freddie Mercury. Jó van. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitterre, és figyeljétek a weboldalon. Úgyhogy... Sziasztok legközelebb!